Az éves közgyűlés első napi rendi pontjában Vik Henrik, a mezőkövesdi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője tájékoztatta a résztvevőket a szennyvízberuházás aktuális műszaki helyzetéről. Főleg azok a kérdések kerültek kitárgyalásra, hogy a gerincvezeték bekötése utáni beállások kapcsán az önkormányzat által fölvállalt 20 méteres átlagos bekötések hogyan valósulnak meg, milyen ingatlanokban és azoknak a társulatba történő finanszírozása, tehát a lakók általi LTP befizetés, illetve azok hiányai kapcsán tárgyaltuk végig ezeket a kérdéseket. Ezt követően a szervezet elmúlt éves beszámolóját hallgathatták meg a jelenlévők, melyből egyebek mellett kiderült, hogyan állnak az ingatlan tulajdonosok az LTP befizetésekkel. Az idei év egyik meghatározó eseménye, hogy a kivitelező hamarosan teljesen befejezi a csatornahálózattal kapcsolatos munkálatokat, és ezután már csak a felmerülő problémákat kell majd orvosolni. Innentől kezdve a társulatnak az a feladatköre, ami a műszaki beruházáshoz tartozott, magyarul panaszfelvétel, adott esetben a problémák továbbítása jelentősen le fog csökkenni, és a még hiányzó pénzösszegeknek a LTP-s befizetéseknek, társulati befizetéseknek a behajtására, illetve amennyiben az nem sikerül, a jegyző felé történő továbbítására kell majd törekednünk. A lakosok kivitelezéssel kapcsolatos észrevételeit és panaszait a továbbiakban is orvosolni fogják, ugyanis a Hídépítő ZRT több éves garanciát vállalt a beruházásra. 6 év garancia van a beruházásra, és úgymond nem költözik el a hídépítő, hanem mindig itt lesz lélekben velünk, és amennyiben probléma merül föl, az önkormányzat jelzése alapján a gyakorlatban is ki fogják javítani a hibákat. A szervezet tagjai ezt követően az egyedik kérelmeket bírálták el, majd a jelenlévők javaslatait és észrevételeit vitatták meg.